Jó, és most az amúgy ez jó ez nekem, hogy itt vagyok? Vagy amúgy ez egy darab ládáért jöttem, amiben volt kettő fabatka? Legalább pénzt adnának ezekért a megmozdulásokért. Jó. Hú, most ilyen évszázados barátságok szakadnak meg a cseten, már látom így a sárga dinnye miatt. Nagyon helyes, ezt akartam elérni. Pickup crate, már megint tele vagyok minden szarral. Jó, nem kell a fa. Amúgy kellene, de... Mit csináljak? Ezt edd meg. Hallom a robotot, hogy genyózik. Azt gondoltam, hogy zárva van. Te ne segítsél nekem, te bunkó vagy, Bugsy. Jó, ez itt ennyi volt. Melyik épületben voltam? Ja, ott mentem be alulról. Igen. Az érzésem, hogy az összes épület opcionális, tehát tulajdonképpen egyébként semmi értelme, hogy beléjük megyek. Itt a nagy épület. Kicsit olyan ez, mint a kapcsol... Nem. Ja, meg vannak számozva az épületek? Aha! Láttam amúgy a számot. Ding-ding. Pepe. Itt maradunk egy kicsit, hallgatjuk a zenét. Nem láttam, mi a helyzet. Mikrobiológus kollega, de jobbulást. Szeretem a sárga dinnyét? Nem szeretem a sárga dinnyét, de hát mondtam. Még ezt a mondatot így nem mondtam ki, hogy nem szeretem a sárga dinnyét, de... Milyen nagy apartman ez itt. Haló? Ez egy iroda? Egy számítógép, itt nyomták a Fortnite-ot. Látjátok, ki is pusztult az emberiség. Mihez kezdjek ezzel a sok gyersanyaggal? Metal Arrow, na várja, az kell. Tudom, hol vakarózzak már, annyi helyen viszketek. Férfi társaim, reprezent. Igen. Pénz. Ott nincs. Látok. Micsoda luxi van. Haló? Van a kép is él? A kill, nem? Női vagy a férfi? Na, még itt is nyitogassam a fiókokat. Most azt honnan vetted fel? Kivetted úgy, hogy ki se nyitottad a fiókod? Az igen. Ja, itt jöttem. Aha. És biztos, hogy nem fogom az összes fiókot átnézni. Tényleg kivettem a fiókból, úgyhogy ki se nyitottam. Ó, nézzétek, ott Johnny pihen. Hülye vagy! Hülye vagy! Nagyon hülye vagy, ez az. Na, mondjuk ennek is minek vegyem föl a húsát? Scrap. Jó. És
csak nézem, hogy mik droppoltak. Ez itt a főnöki iroda, ezt látom. Pénz. Látjátok, a főnöknél van pénz. Decoration package. Na. Pakaze. Nem angol szó, tehát pakazénak kell amúgy ejteni, csak mondom nektek. Jó, a kötél nem kell. Itt ez produktív munka volt. Egy csomó krumpli. Együnk krumplit. Nem kell, de megesszük. Vagy pakagi, igen, pakaginak is lehet mondani. Jó. Az üresnek tűnik. Jó. Ez is meg. Ezt a rejtét is meg. Casting fotel is volt neki bizony. Te. Igen, Jeffnek mondom. Csanasz, köszi a 11 hónapod. Jó volt nézést, és köszi a támogatást. Cinci, Tazóka, köszi nektek is a csíreket. Halló! Biliárd. Ba. Jó, akkor maradják kint a hülye farok. Na, ki nevet a végén. Bocsánat. Megijesztett, úgyhogy bűnhődnie kellett. Ez is iroda. Hiába veszek föl ennyi vesszőt, mert el fog törni a kilövő készülékem. Egyesek nyílként ismeri. Igen. A fejlámpát az tartogatom inkább így az SOS helyzetekre. Egy coin ott maradt valahol? Az nem baj. Nem hiszem, hogy nagyon fog hiányozni. De köszi. Coin az annyira nem... Van bőven. Körbe mentem. Nem, itt még nem voltam. Most már a fiókokat nem nyitom ki. Aksz a konyhába. Ott van a patkány. Itt is a főnöki asztal. Épp az van bőven. Jó. Jó az így nyíl, potétó, potátó. Király? Király. Ez volt a nagy épület. Még mindig semmit nem találtunk az ég egyatt a világon, ami hasznos lenne. By the way. Golfautók, amiből kiszerelték a motrot. Azt nem tudom, menjünk vissza, csináljuk meg az elektronyosságot. Hát kéne néznem a tetőket, hogy amúgy hova kell eljutni. Szia robot Johnny. Ó, bazeg, nincsen keycardom. Gyere Johnny! Az gond. Halnod kellett volna, ez illegális. Köszi. Viszlát.
De. Katalizátort a kocsiból nem tudod kiszedni? Egy haverom kérdezi. Ezt meg... Kimaradsz? Bunkó paraszt. Béza. Semmi. Ez megint ennyi volt. Béz. Great. Meh. Béz. Épp. Kaja. Jó. Most érzem azt, hogy ok. Okcső. Úgyhogy ez szerint fogunk eljárni, mármint hogy az okcső metódus szerint. Azt benyomjuk. Jó. Kéne még venni vizet. És akkor tulajdonképpen itt torony lesz az érdekes nekünk. Csak oda be kéne jussak valahogy. Tödő! This door is locked from the other side. A zipline nincs, ami oda vezet. Most még vissza tudunk menni a... megszerelni a... az elektronyosságot. Az oldalára rá tudunk ugrani, azt nézem, hogy ott van-e valami. Na visszamegyünk, megcsináljuk az elektronyosságot, mert valószínűleg azt kell, nem véletlen kellett itt a tépeket gyűjteni. Csak azért ezt itt körbe megfigyuszkálom. De hát van még vized! Szeretem a konstruktív hozzászólásokat. Hogyha nem lenne vizem, akkor baj lenne. Ezért inkább legyen vizem több, mint hogy ne legyen egy sem. Ezért vettem vizet. Tetszik érteni? Ezért csináltam én ezt. Bizony, bevallom. Most itt mindenki előtt bevallom, hogy ez történt. Na most mi lesz? Most mit fogtok csinálni? No. Szépen ide vissza slattyogunk, és akkor reménykedünk benne, hogy ez az alagút ez bevezet minket a toronyba. Hát egy kicsit úgy megperzselte a kukacomat. Tápe. Ez az ajtót nyitotta ki valószínűleg. Ez a loading bay-t mutatja. Elevátor. Aha! Az is piros. Nem kell több banán, mert megzeberedek. Bocsánat, csípett nagyon. El nem viszem. Isten engem úgy segéljen. Tápe. Áh. Nem jó. Amikor megfájdul a teste egy kicsit a kollégának, akkor kicsit nyöszörög és lassabb. Ott egy kis epertoár. Fasza. Mi van? Te fúra stackelt az eprem? Nem kell a nyers hús, mit sem mondjuk később jó lesz a hajóra. Az a baj, minden jó lesz a hajóra. Kidobom az üveget. Ezt csak benyomom úgy is.
The floor is lava challenge. Igen, de most kikapcsoltam végre. Igen. És kinyílt az elevator. Yes! Fasza. Nagyon faszák vagyunk, fiúk, lányok. Electric Purifier recept. Bármit is jelentsen ez, meg tudjuk tisztítani a elektromosságot. Nem jó a koszos elektromosság, csak a tiszta. Jó? Azt hallucináltam, hogy valami megmozdult. És akkor most jöttünk egy kört? Mert akkor ez a loading bay-hez vezet. Nem tudom, menjünk a elevatorhoz. Az azt jelenti külföldiül, hogy lift. Ezt csak azért mondom, hogyha valakiben ez kétséges lett volna, akkor most már tudjátok. Nótot nem látok. -4. Jó. Kenyed neki. 0. Reméljük ez a toronyba visz. Haló? Hát kurvára nem, de... nem baj. Menjünk följebb. Te. Kéne egyek amúgy. Mit szólnátok az evős streamhez? Na várjatok. Azt mondja, hogy... vedd fel a blueprintet. Azt írta Csanika 06, hogy vegyen fel a blueprintet. Azt mondta. Na bannoljuk így... mi? Ne, hogy is szegény Csaneszkó. Azt mondja, hogy... van nekünk itt egy kis, a kis magvak és egy kis alma. Alma van, azt fogjuk enni. Nagyon jó. Jó? Almás ASMR. Halló? Itt ilyen buli van? Azt engem meg nem hívott meg senki. Szép. Pénz. Itt a pultosnál sok pénz van. Pénz. Új, itt mindenki elszórta a pénzét. Gyanítom, hogy innen majd utoljára kéne jöjjek. Aha. Mindegy, nézzük meg. Hú, nem, eltévedek. Menjünk vissza először. Menjünk vissza. Gyorsan átnézzük itt a szülinapi buli maradványai. Nem sok minden maradt, jó pusztítottak a vendégek. Na, az itemet vegyed ki. Cook the catfish. Persze, együk meg. Azért van a maradék kaja, hogy megegyük. Jó. Ejj, össze van. Nem akarok harcolni, mert tönkre mennek a fegyvereim. Hát jó sok ajándékot kaptál. Gondolom ez a fiú, akit találtak. Sanjay. Hello, my name is Sanjay. I am the youngest boy in the Water City. Yes, I have a happy birthday, yes. Nagyon örülünk, hogy boldog volt a szülina. Pénz volt az asztalon. Hát most ott hagytam. Pénz volt az ajándékba. Ez az. Írjátok be. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Nagyon jó. Ott is van. Nagyon jó. Ez az. Nagyon jó. Ezt köszönöm szépen. Mit? Nem értem, mi vagytok ráfeszülve a pénzre. 14 coinunk van amúgy. Nézd, azaz, várjál, van még. Jöhet még. Várjál, azaz. Azaz. Egy kis tisztogatás, addig legalább eszek. Úgy.
Mondj. Jaj. Na. Bocsi, mehetünk. Ennél többet reméltem ettől a tetőszobától. De úgy néz ki, csalódnom kellett. Jó, hát akkor ez lófügy. Maximum egy pénz volt az asztalom. A kérdés, itt nem lehet följebb bagolni. Azt hittem, hogy itt őrült parkúrázások lesznek. De tévedtem. Hopp, ott van. Aha, ott van a zipline, oda nézzél. Ott van a titkos zipline. 100% veszély. Oda kell jussak amúgy, igen. De hogy? Hát akkor az épület kell nekünk. És ha én itt a párkányon bagolok, az csalás? Vagy ez így illegális nagyon, amit most csinálok? Nem tudom, hogy mi a szabály. Nem tudom, hogy ez most illegális-e, amit művelek. Ilyet lehet? Nem tudom, hogy a fejlesztőknek mi volt az elképzelése. Hát nekem ez így tetszett. Ja, be volt törve az ablak, úgy kimászhattam volna, de ez így sokkal izgisebb. Ez az. Pókember! Na, hagyjál békén, Lajos. Áú! Na, Lali. Tudom, egy idegesítő, hogy nem harcolok vele, csak tényleg spórolni akarok. Nézem, hogy itt föl lehet-e ugrani, nem lépcsőznünk kell. Ilyen szép kis felső, mi jó, tök jó az így egyben nyitva. Ez az asztalon. Jó. Mehetünk még egyel följebb, és akkor itt lesz a törött ablak, ugye? Vagy még egyel, majd meglátjuk. Ez. Úgy. Jaj, várjál, valaki megjött itt, nincs idő csekkolni a surroundingot. Hogy úgy mondjam. Menjünk még egyen följebb. Hát itt is van, vártak minket. Jó. Pénz az asztalom. És akkor itt van az ablak, ami kell nekünk. Ótokat nem láttam, azt hittem, hogy több ilyen jegyzet lesz ezekben a lakosztályokban, de nem. Akkor jövök, Johnny. Majdnem visszapattantam. Megyek egy kört, aztán mászunk a létrára. Hát, ha itt hátul van valami. Jaj. Igen, mindig visszapattanok, de mindig elfelejtem. Ez ilyen. Jaj. Úgy.
Az igen. Titkos sajtó. Érdekes. Mindig azt hiszem, hogy el vannak itt rejtve hátul a dolgok, de nem. Na jó. Így. Így. Az csak loot. Lift. Reméljük működik. Hol? Sok választás nincs. Nót. Nem csináltak semmi ellenségeset, csak énekelnek. We can use their water cannons. Aha, akkor itt találkoztak a különböző népek, itt a malájokkal találkoztak. Mondom, itt valami háború volt. És akkor ez vezet ki. Aha. Jó. Hát akkor irány a tető. Együnk, ígyunk, mulassunk. Megesszük a gombákat. Azt képest már csak egy vízem van. Az fa. Az fém, ott egy tervrajz. Ú, nagy storage. Még a közepeset se építettem meg, de részletkérdés. Note. Aha. Nagyon, nagyon jó. A búvár szemüveg, a hamburger, az olló és a mentő kerek dolog, ami fenntart a vízen, az mentőv. Igen, ezt akartam mondani. Press. 5. Ja, hogy ide ilyen kód jelen... Ó, ne idegesítsél már. Á, ja, hogy az a kód, hogy hanyas számúak az épületek. Visszamegyek, nem kell segíteni, visszamegyek. Megcsináljuk becsülettel. Ja, de várjál. Ja, csak ki lehetné. Várjál, akkor lehet, hogy látom innen is. Ja, hogy ennyire kijöttem. De azt hisz valami. Innen aztán jó a kilátás. Látni a reménytelenséget minden irányba. Jó, menjünk le. Remélem, hogy jól gondolom, hogy az a kód, de meglátjuk. Ráérünk, mert gyanítom, hogy ez a sziget vége, hogy itt valami emergency-t csinálunk. Na várjál. Azt mondja, ez valami halásszemüveg, hamburger, olló. Jó. Ott a burgeres. Cheeseburger. Érted? Cheese. Cheese, ez egy szóvicc. Mindegy. Az 8-as. Valami 8. Igen. Ott van a Seaside Barber. Várjál, ez a 4-es. De ez az, vagy csak ide van írva? Hát ugye soha nem tudjuk, hogy ő csak mondja magáról, vagy tényleg az. VR Arcade. Ja, hogy ez egy arcade shop. Aha. Akkor az az első. Igen. Akkor még kell a mentőcs, csónakos valami csoda. Meg a barber. A barber az az aluljáróba volt, azt hiszem. Lehet, hogy ez lesz itt hátul a izé. Aha. Floating Research 3. Már az előzőre sem emlékszem, az mi volt? 4? Igen, 4, meg 8, meg 3. És akkor még kell a hajvágós Barbaros Maximalos.
De az itt volt alul, nem? Hát, hogy rosszul emlékszem. Ez is három. Hol volt a barber? Nem itt volt, nem úgy emlékszem. Nem, pedig még mondtam is, hogy zárva van a bár. Lehet, hogy a túloldalon van. Megnézzük. A hirdetését látom. Csak most a kiírás, nem? Hol van a fodrász, drága robotbarátaim? Jó az a slattyogás, amit ezzel a pattogással kiadok magamból. Már voltam. Hol van a Barbaros? Valamiért az délődik be nekem, hogy valami aluljáróba volt, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Ez lesz az. Nem itt voltam. Menjünk körbe arról, ha ráérünk, megtaláljuk. Itt nincs. Hol az Istenbe volt? Hol az Istenbe voltál? Mónika. Ott van. Egyes. Yes! Tehát... 8. Egy... 8, egy... Meg volt meg 4, meg egy 3, de hogy melyik volt, az... Majd kiderül. 4-est előbb találta meg, mint a 3-ast, és az a VR Arcade volt, szóval 4, 8, 1, 3. Szerintem, ha jól emlékszem. Kettes emeletre kérném szépen. Pepe. Cinci, köszi a giftet, Bacakún, Mr. Chris, Sárkányvirág, Ádám, a csíreket, Kalvár, Steve, üdvít köztünk, Sensei, neked is köszi a csírt, Lokista, Puli, Majonézes, Girosz, még egyszer. Nagyon köszi a támogatásokat, srácok. Puli, neked külön a tier 3-at. Jó. Na, hogy tudom, ez kitör? Error. Na, mi volt? 4, 8, 1, 3. Mit? Igen? 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 És most? Rossz kód, fogd a macskát és fussunk! Halló? Történnie kellett volna valaminek, ha lerobbant a kupakja, de... Lemegyünk. Halló?
chat mehet. Baba. Mit kéne csináljak? Igen, tehát beledobtuk a Mentoszt a kólába. Látványos így és. Ja, vissza a raftra, aztán majd látom. Jó. Ha valami lepukkant, igen, de hát nem láttam, hogy merre repült. Ja, nyílnak az ajtók? Ó, kösz. Tudnám, hogy merről gyűjtem. Persze, most már kinyílsz. Szabadság! Várjál, Móni! Várj! Ne, ott megnézzük ott. Igen. Én nem láttam semmilyen füstcsíkot. Jó, hát így valami volt, de hát így robbant a szélrózsa minden irányába, minden. Ott vagyok, ott vagyok. Bacakun, köszönöm szépen a gifteket. Nagyon szépen köszi. Ui! Ja, azt hittem, ez így csúszni fogok, és viccesebb lesz egy kicsit. Karesz! Megjött apa. Jó mélyre lement a orgonyunk. Hoshikuru, köszi neked is. Na. Azt mondja, hogy füst. Kövessem a füstöt. Hát itt semmi nincs az ég egyat a világon, nem vagy füst. Füst. Látott itt valaki füst? Hát jó, akkor. Gondolom a másik oldalt van. Richtig a másik oldalt van. Kapitány, kapcsolja be a motrot, megyünk. Keressük az indiánok füstjeleit. Fölrobbantottam egy várost, úgyhogy most nyugodt szívvel kereshetjük a maradványait. Ne olyan élesen tekerjed jobbra, csak úgy ívesen, igényesen. Halló, füst? Ne forogjál, túlforgod, édesem. Én nem látok semmit. A terv ment füstbe csak leginkább. Lehet, hogy pápa választás van, én nem tudom. Na nézd meg, éhes vagyok. Ilyet. Éhe halok a legnagyobb kaland közepette. Nyomjad a banánt. Legalább most jó sok üvegünk van. Ott egy haló. Lerobbant az UFO a tetejéről a városnak. Haló? Hát ott várjál. Egész UFO lerobb. Na. Hát azonosítatlan úszó tárgy előttünk, kapitány. Hát forduljunk rá nagy lendülettel akkor, kérem. Azaz. Micsoda mentők, abban lesznek a titkos alien kísérletek. Addig amúgy fel kéne tölteni a vízkészleteinket, mondjuk például, hogy valami hasznosat is csinálja. Meg a pakolják ki művelet se ártana. Lenne helyen bárhol. Azért ezt nem visszük el. Jó, tegyél ki mindent, amit találsz. Nincs hely. Még van időnk. Mondjuk valami kaját amúgy vihetnék, azt így nem kéne elpakolni. Jövök. Micsoda titkos kapszuláris az. Ott van egy létre, azt kell megközelítsük. Csapja jobbra, kapitány.
Pedig megígértem az utóbbi epizódban, hogy ezt befejezem. Stop! Tökéletes, tökéletes pozícionálás. Viszünk vizet, nem tudom mekkora ez az UFO. Most jön a giga boss fight. Az a jó, hogy el fog törni a nyilam. Jó, ne köhögjél, nyugi. Whee! Most minden rejtélyre rájövünk, most itt le... Ajaj. Menjek be, nincs semmi. Menjünk be. Haló? Itt élnek az emberiség vezetői? Aha. Az alapító. A kapitány? Igen. Számítógép. Nót. Veruna. In the third chapter. Megtaláltuk a következő pontot. Water tank. Még egy krét. Menő kis irányító pultjuk van, mondjuk szó se róla. És a note, és meglett az achievement. Nem fogok elnézést kérni, tudom, hogy jobban is csinálhattam volna. Az egész elméleti alapon kezdődött, alig teszteltük a motorokat. Tangaro a városa halálra volt ítélve. Ó, ez kellemes. Hát akkor ez egy kísérlet volt, ami nem jött be, ez az egész úszóváros. Na, akkor aki korábban erre szavazott, az most szívhatja a fogát. Aggódtam, hogy nem találunk meg minden nótot, de megtaláltuk, és akkor innen irányították az egész város, hogy merre navigáljon. Sad. Hát. Whee. Még egy utolsó csípést adtunk Karesznak. Jól van, srácok. Hát idáig tart a játék jelenleg. Még kaptunk egy csomó receptet amúgy, azokkal majd lehet mókolni. Hát visszatérünk hozzá. Én most már csak azt tudom megígérni, hogy ha megjelenik, akkor visszatérünk, mert most ha bejön egy update, abban megint van egy streamnyi content, vagy kettő, az nem olyan jó. De örülök, hogy így végig csaptuk azt a részét, amiben van, mert mindig csak elkezdtük a játékot, aztán így sose fejeztük be így a story részét, úgymond, vagy a main küldetés sort. Hát ha jön az update, nem tudom hány update-et terveznek még, de ha az összes update kijött, akkor mindenképpen megnézzük, hogy hova jutott a játék, vagy ha jön ki hozzá sok update, akkor úgy, de jó kaland volt. Jó kaland volt nagyon, borzasztóan élveztem. Hát na, hölgyek, urak, ez volt a mi kis 2022-es Reft sorozatunk. Hát, hogyha olyan ütemben jönnek az update-ek, mint eddig, akkor olyan 2025 környékén szerintem megint fogunk vele játszani. De nem, hát ha most már, majd meglátjuk. Elvileg nem sokára jön már idén a legújabb update, és lehet, hogy sok minden lesz benne. Hogyha lesz benne ilyen 2-3 streamnyi tartalom, akkor lehet, hogy egyből folytatjuk majd. De nem ígérgetek, majd meglátjuk, hogy mint, srácok. Jó! Kihasználom ezt az időt, ha már maradt nekem ennyi, hogy ha ennyivel korábban végeztünk, és akkor inkább intézem a kötelező dolgaimat. Holnapra Pokémon van beírva, de nem jött még meg a kártyám az új Pokémon játékhoz, úgyhogy hát még megjöhet, de lehet, hogy nem Pokémon lesz holnap, hanem majd valami, majd kitalálom. Minden esetre nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezt az egészet végigkövettétek. Remélem, hogy tetszett, mert én borzasztóan élveztem, és látom, hogy nagyon sokan elkezdtétek a játékot. És nyilván, hát
Még rengeteg minden van így is benne, még rengeteg mindent meg lehet építeni, meg ennél sokkal nagyobb, meg izgalmasabb bárkákat lehet csinálni, mint amit én itt összehoztam egy ilyen végigjátszás alatt. Nyilván én nem mentem rá, hogy itt 10 órákat farmoljunk élőben, mert annyira nem izgalmas, hogy ilyen hatalmas mindent vívő tutajunk legyen, de jó kaland volt, úgyhogy köszönöm szépen tényleg mindenkinek, hogy velem tartottatok. Holnap találkozunk 14:30, mondom még képlékeny, hogy mivel, az majd kiderül, majd igyekszem kitölteni a menetrendet. Ja. És hát legrosszabb esetben is pénteken elkezdjük az új Pokémon szerintem, mert addigra már csak-csak, hogyha holnap nem. Aztán a nagy végigjátszás az egyértelmű, hogy a Dying Light 2 lesz a következő, ami ugye február 4-én jelenik meg, az 2 hét, úgyhogy abba vetjük majd bele magunkat. Nagyon aztán jön a Horizon, meg sok minden más, Sifu, nagyon sok jó játék jön, amikkel foglalkozni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer. A támogatásokat így a végére Cyborg Gerinek, Nagyjának, Septensnek, Mogyinak még egyszer, de a támogatáson kívüli megtisztelő figyelmet is. Srácok, mindenkinek kellemes délután, ma korábban végeztünk, menjetek játszani, streamet nézni, munkázni, dolgozni, kinek mi. Találkozunk holnap délután. Szevasztok, srácok! Pa-pa!